A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága 12 nemzetiség, köztük a németek hitéletében mindenkor meghatározó szerepet betöltő útmenti keresztek felújítására, illetve újak állítására hirdette meg pályázatát. A kiskassai német nemzetiségi önkormányzat a temetőben és az egykori iskola épülete előtt álló keresztek felújítására 1.549.000 forintot, a kiskassáért német egyes pedig egy szántóföldi oltalmazó kereszt felújítására és egy új állítására 2.230.000 forint támogatást nyert. A szakrális emlékeket Darnai Ágoston plébános áldotta meg. Az ünnepségen az újpetrei német nemzetiségi hagyományőrző egyesület fúvósai zenéltek. A Magyarország kormánya a nemzetiségi pályázatban hirdette meg a keresztek felújításának a lehetőségét, és erre pályázott a kiskassai német önkormányzat és a kiskassai német egyesület is. Első körben még nem kaptunk támogatást, de a második évben már megkaptuk, így sor kerülhet most 4 keresztnek a felszentelésére, ebből egy új kereszt és 3 pedig felújított. A kereszt állítás jobbára az 1800-as évektől indult, és miután akkor itt német lakosok éltek, ezért az itt lakó német származású emberek állították. Régen vagy magánszemélyek, vagy egyesületek, vagy alapítványt hoztak létre, és így készítették el a kereszteket. De nagyon sok kereszt az évek során, főleg ugye az 50-es évek környékén kidőlt, eltűnt, összetörött, és az új keresztet azoknak a kereszteknek az emlékére állítottuk most, amelyek már nincsenek a határban. Az új keresztet Dér Zoltán Mária Kémindi szobrász készítette, a további 3 feszületet pedig a Palkonyai Kis György restaurátor és templomfestő újította fel. A szántóföldi keresztek köré a védőkerítést Tíber László kőműves állította. Egy bent van a faluba, egy a régi sváb temetőbe, és egy még kint a szántóföldön. Nekem tulajdonképpen ez a legmagasabb domb itt Kiskassán, egy magaslaton. És ez a kereszt tulajdonképpen 150 éve nem lett sohasem festve, felújítva semmi. Meg volt dőlve, visszaállítottam el ez, és vissza lett hozva. A kis szobor az mindig eltűnt valamiképpen. Mint sárga pécsi homokkőből. Ez egy 19. századnak a divatja volt. Ugyanolyan színbe is, még vissza lett hozva az eredetibe. Máskülönben az megy, hogy csemperagasztó, és át lesz festve. És én tulajdonképpen visszahozom az eredeti, a vakolatot kijavítom, és színbe is, meg az eredeti összetételbe lesz visszahozva. A kereszték a valamikori utak, tehát ez most szántóföldekén van, ezt mind ki kellene hozni az út szélére, felújítani. Devecserbe 2, ez a következő falu, tavaly 2 kereszt lett felújítva. És az egyik szintén a szántóföldekre lett kihozva az út mellé. Kis György nem csak kereszteket, hanem más szakrális szobrokat is felújít. Fuldából betelepült németek állítatták a Pécs-Devecser főutcáján található Mária szobrot, mely szintén a közelmúltban újult meg Kis György munkájának köszönhetően.